Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió kulturális magazinját látják. A közelmúltban adták át a Somogyi Prima díjakat. Idén Filipovics Gordán kosárlabdázó, Gera Katalin szobrászművész és a Kaposvári Rockszínház kapta az elismerést. Pintér Katával, a Rockszínház egyik alapítójával, rendezőjével beszélgettünk. Ezt láthatják most adásunkban. Milyen előadások futnak most a Rockszínházban? A Ludas Matyi díszletében ülünk. Most az őszi szezon egyik gyerekbérletes előadása a Ludas Matyi. Ezen kívül még, hogy a gyerekeknek kedvezzünk, Süsű a sárkány is lesz, illetve indul a Bakterház, ez a novemberi kínálatunk. Idén még Ankonai szerelmeseket is játszunk, lesz Rock Szilveszter. Reméljük, hogy minden úgy alakul, hogy nézőket fogadhassunk egész évadban. És az évad második felében egy meglepetéssel készülünk, amiről most egyelőre még csak annyit árulhatunk el, hogy az eddig, vagy most játszott egyik előadásunknak van egy második része, és annak a jogdíja körül zajlanak most az események, és akkor ha sikerül, akkor az reméljük, hogy még ennek az évadnak a második felében egy nagy durranás lehet. Ugye a Ludas Matyi bemutatójával sokat kellett várni. Igen, így föltéped a sebeket. Hát, ha jól emlékszem, másfél év volt az, amit próbáltunk. Gyakorlatilag itt a gyerekszereplők fölnőttek, kis Ludas Matyiból nagy Ludas Matyi lett, kis Libából nagy Liba. De végül szerencsére nagyon nagy sikerrel tudtuk bemutatni már a tavasszal, akkor egy felvételt is tudtunk belőle készíteni, így a Kaposvár és környékbeli gyermekek és fiatalok online színház bérletben nézhették ezt meg. És most is nagyon nagy sikerrel játsszuk folyamatosan, teltházasak az előadásaink, ez is egy ilyen nagy levegővétel az elmúlt másfél év vagy a tavasz után, hogy nem várt sikerrel és nem várt jegyigényléssel. Gyakorlatilag eddig minden idei évadban, minden előadásunkra már két héttel az előadás előtt elfogytak a jegyek, ami azért nagyon-nagyon jó érzés. Néhány hónappal ezelőtt beszélgettünk, akkor még bizakodva néztetek az ősz elé, és hát reménykedtetek, hogy minden rendben el tud indulni. Ez így is lett, aztán a néhány hónap és a mostani időszak között volt egy ilyen nagy szakadék, kétségbejtő volt. Gyakorlatilag bennünket a Covid-nak így az utózöngéje ért el. Tavaszig tartottak ki a tartalékaink. Azt ugye tudni kell, hogy mi egy teljesen független színházként működünk, ami azt jelenti, hogy amit saját magunk bevételeket megszerzünk, abból élünk, illetve vannak pályázati lehetőségeink, amik sajnos az elmúlt egy évben nem alakultak jól, és plusz még jött a Covid. Tehát gyakorlatilag itt nyár elejére elfogytak a tartalékok, és onnantól kezdve egy hihetetlen nagy küzdelem indult el, és ha nem jön segítség, akkor bizony most nem itt ülhetnénk, de lehet, hogy már az ajtó lent zárva lenne. Tényleg az utolsó pillanatban kaptunk segítséget a Kulturális Államtitkárságtól. Mekkora összeg érkezik majd a Rockszínházhoz, és mire fordítódik ez a keret? Gyakorlatilag ez két pályázat, ami most sikeres lett. Ez gyakorlatilag a Prima díjjal egy napon kaptuk az értesítést a két nyertes pályázatunkról. Akkor nem is olyan rossz ez az ősz. Igen, és akkor hirtelen a szomorú ősz kivilágosodott és napfényessé vált. Két projektünk nyert. Az egyiken online felületeink fejlesztését tudjuk megszervezni, ami azt jelenti, hogy YouTube csatornánkon szeretnénk egy havonta jelentkező kulturális riportműsort, ami egyrészt természetesen a Rockszínházról szólna, másrészt pedig szeretnénk mindenféle izgalmas színházzal és kultúrával kapcsolatos témákat feldolgozni. Tavasszal elindítottuk honlapunkon egy kultúrblogot, amit most így a pályázat kapcsán folytathatunk, ami azért nagyon nagy öröm számunkra. Facebook, Instagram és TikTok oldalunkat is elindítottuk, és
Ezek mind ilyen nagy lendületet kaptak, ugye itt a Covid alatt más nem nagyon tudtunk csinálni, aztán ahogy beindult az élet, az élő élet, akkor ezek kicsit leálltak, de most ezek szintén egy új lendületet kaptak. A másik projektünk pedig családi rendezvényeket tudunk szervezni. Ezek minden második hónapban váltják majd egymást. Egyik hónapban egy-egy gyerekelőadásunk előtt, illetve után szeretnénk majd családoknak izgalmas programokat kínálni. A másik, minden második hónapban pedig meséket körüljárva szeretnénk egy kicsit a családokat összehozni, és ez egy kisebb, ilyen 40 fővel, ilyen workshop-szerűen fognak majd működni, ez a másik projektünk. Ilyen kis pedagógiai foglalkozás? Hát ilyen drámapedagógiai foglalkozás, egy másik pályázat keretén belül ezeket már kipróbáltuk, és hihetetlenül jól működött, ahogy szoktak a szülők mesélni gyerekeknek, de azt, hogy azon kívül, hogy elmondja a szülő, vagy felolvassa a szülő a mesét, milyen izgalmas dolgokat lehet még egy mese köré játszani, azokat próbáljuk a szülőknek megmutatni, és a gyerekeknek is ezáltal egy izgalmasabb másfél-két órás foglalkozást tartani. És akkor beszéljünk a legfrissebb elismerésről. Hány év munkája van a Somogyi Prima Díjban? 21 év munkája, rengeteg ember munkája, és rengeteg ember szeretete. Én ezt azt szoktam mondani, hogy ezt szerelem nélkül nem lehet csinálni. És mivel függetlenként dolgozunk, függetlenként élünk, nagyon sokan munka és iskola mellett járnak hozzánk a foglalkozásokra, előadásokra, és nélkülük nem is tudnánk élni, létezni gyakorlatilag, és nem csak a fellépők nélkül nem, de a családok nélkül sem. Tehát ilyenkor rengeteg család a Roxy Házhoz igazítja az idejét, ez olyan egy kicsit, mint amikor kis olimpikonok járnak le mondjuk az úszodába, vagy bármilyen sportba kezdenek, hogy onnantól kezdve, hogy valaki a Rock Színházat elkezdik komolyan gondolni, az onnantól kezdve tehát az egyik legfontosabb dolognak kell lenni az életében. És hát ahogy hogy működik ez, vagyunk hárman, négyen, akiknek tényleg az élete a Rock Színház, hivatásává vált a Rock Színház, próbáljuk egyengetni a társulat életét, és van körülöttünk jelenleg egy olyan társulat, aki szintén erre tette fel az életét. Nagyon fontos volt a Covid-ban ennek a társulatnak a tekintetében nézni, vagy a tekintetéből tovább lépni. Tehát emlékszem arra a pillanatra, azt hiszem, hogy a második záráskor, amikor a 16-17 éves tekintetek néznek rád, hogy Úristen, most akkor megint otthon kell lenni, és akkor megpróbálod azt az utat kitaposni, hogy színházként azért te még tudjál üzemelni, hogy ne kelljen teljesen bezárnod, minden szabályt betartva tudjál azért tovább működni. Milyen a jövésen is? Hogy az országba érkezett egy sárkány. Ja, csak egy sárkány. Na nem baj, az is jobb, mint a semmi. Itt már teljesen besavanyodok, mint egy uborka. Hogyan lehetett ezekben a 16-17 éves fiatalokban úgymond tartani a lelket? Hát ez érdekes kérdés, szerintem egymásban tartottuk a lelket, legalábbis én azt érzem, hogy ők bennem, ugyanúgy tartották a lelket, tehát hogy tényleg emlékszem arra a pillanatra, ahogy néztek ránk, mikor az volt, hogy második zárás, és akkor most megyünk haza, hogy ez nem lehet így. Tehát, hogy abból valamit tovább kell lendíteni. És hát az elmúlt fél évben is hát voltak mélypontok bennem is, és így a vezetőségben is, amikor, tehát hajszálom múlt, hogy nem adjuk föl, és nem az történik, hogy jó, akkor viszontlátásra. És ezek a fiataloknak tényleg a lendülete, a lelke, vagy ahogy igen, van egy pályázat, amiből tudsz tartani egy tábort, és ott áll van 40 fiatal, akinek érzed az energiáját, és érzed azt, hogy nem hagyhatod abba. És én gondolom, mert ezt tőlük kellene megkérdezni, hogy ugyanez lehet viszont is az érzés, hogy ők is érezhették azt, hogy ez nem maradhat így félbe. És hát online, amikor
próbálsz online táncot oktatni, vagy táncot tanítani, vagy koreográfiát, akkor próbálsz ebből, ugye akkor nagy divat volt, hogy ebből ilyen kis videókat csinálni, de az nem mindig úgy jön össze, nem úgy jön össze, nem baj, próbáljuk meg máshogy, szóval azért ott voltak küzdelmek, és akkor próbálsz hetente egyszer egy ilyen online társulati megbeszélést tartani, az hol jól sül el, mert hol tudsz uralkodni a saját depressziódon, hol kicsit laposabban, de azért menjünk tovább. Tehát az, de gondolom, nem csak nekünk, tehát én azt gondolom, hogy ez mindenkinek egy nagyon küzdelmes év vagy másfél év volt. Reméljük, hogy ennyire drasztikusan ezt már nem kell átélnünk. És aztán amit még közben, tehát ezeket mind ugye a Covid szülte, hogy akkor karanténik címmel kitaláltunk egy online drámajátékot, amit iskoláknak játszottunk, de magunkon próbáltunk ki, tehát a társulaton próbáltuk ki. Az is nagyon-nagyon jó érzés volt, hogy ők azt mondják, hogy persze suliba is online tanultak, otthon is próbáltak beszélgetni erről, de úgy, ahogy azon az online drámaórán drámapedagógus segítségével ezt fel tudták dolgozni, hogy ez nekik nagyon nagy löket volt. Csapat mennyire maradt meg a Covid után? Ez érdekes, a kicsik közül azért morzsolódtak le, a kisebbek közül, de a nagyok közül, tehát a társulatból az, aki talán így vidéken volt, tehát messzebb volt, és kevésbé tudott online bekapcsolódni, ott egy-két ember. De nem. Tehát, hogy hála Isten megmaradt a közeg. Sőt, hihetetlen erősödött a társulat ebben. Nagyon sokan gyerekként érkeztek, és felnőttként távoztak a Rock Színházból. Hány ember kapcsolódott a társulat életéhez az elmúlt 21 évben? Hát össze ezer. Lehet ezt számolni? Több ezer. Nem sikerült még összeszámolni, de szerintem csak le kellene ülni, és össze egymás alá rakni a társulati listákat, még nem került erre sor, de több ezer. Ugye van, aki csak egy-két hónapig kipróbálja, van, aki éveket van itt, de azok közül, akik éveket itt voltak, ott is ilyen ezres nagyságrendre tehető. És nem mindenkiből lesz színész, vagy nem mindenkiből lesz táncos, de a visszajelzések alapján nem kis dolgot rakott hozzá a Rock Színház az ő kis életükhöz. Hiszen megtanulnak együttműködni, megtanulnak, ha nem kap valaki szöveges szerepet, akkor is megtanul sokkal jobban kommunikálni a környezetével, mintha nem lenne ilyen közegben. Úgy érkeznek a kicsik, hogy ők színészek szeretnének lenni, vagy éppen ők táncolni akarnak? Sokan érkeznek úgy, hogy énekesek, táncosok, színészek akarnak lenni, vagy anyu szeretné, vagy apu szeretné ugyanezt, de nem, tehát nem érzem azt, hogy akkor mi most egy kis színi tanoda vagyunk, akiknek minden áron színészeket kell nevelni. Tehát itt olyan erős közeg van, olyan erős összetartó erő van, hogy én inkább a személyiségformáló erejét tartom fontosnak, mint azt, hogy valaki, persze lettek színészek, lettek táncosok, lett koreográfus közülünk, van, aki Fila Balázs a József Attila Színházban játszik Pesten, vagy Károly Krisztián, aki a Szegedi Nemzeti Színházban játszik, tehát van, aki a médiában helyezkedett el, de én szerintem kicsi korban, vagy ilyen 6-7-8-10-12 éves korban nem szabad annak fontosnak lenni, hogy na, én most mindenáron színész akarok lenni. Ezt mikor kell tudatosítani a gyerekekben? Hogy színész akarok lenni? Hogy ne görcsösen Ez jó kérdés. Kergessék azokat a vágyakat. 21 évet üzzük itt az ipart. Mert gondolom, az a lényeg, hogy élvezze azt, amit csinál, játszon, játékosan legyen a színpadon. Igen, de hogy én nem emlékszem olyanra, aki úgy jött ide, hogy én színész akarok lenni, és ehhez ő görcsösen ragaszkodott, és ha mondjuk nem kap főszerepet, akkor ő el is megy. Tehát valahogy nem tud, vagy nem mondják el a vágyaikat ennyien konkrétan, és akkor persze az emberevel nem találkozik, de játszunk. Tehát a tánc is egy játék, a dráma foglalkozások is játékok. Játszva tanulja meg kifejezni magát, talán ez a legfontosabb. És a színpadon is
Hát persze ezt mi is tanultuk, mert tehát ugye 21 év alatt meg kellett tanulni, hogy másként kell egy 8 éves fiatallal dolgozni a színpadon, és más, hogy olyannal, akinek már 10 év rutinja van. Miben más? Milyen pedagógiát igényel egy 8-10 éves, meg miért mondjuk egy 18-20 éves? A 18-20 éves mást ért meg. A 18-20 éves már tudatosan mondjuk valamit meg akar mutatni, amiről azért le kell beszélni. Tehát szerintem a színházban nem szabad azt, nem szabad akarni nagyon megmutatni, hogy én most ezt érzem, vagy azt érzem, hanem azt át kell élni. A kicsik, azok pedig, ha megérti, hogy mit gondol, vagy tudat alatt érzi azt, hogy sokkal jobban érzik talán azt, hogy miről szól egy jelenet. Ami a nehézség a kicsiknél, hogy azt, tehát a technikát megtanítani, hogy igen, valamennyire a közönség felé fordulj, nyisd ki a szád, ugye a kamaszkorban nagyon szeretnek zárt szájjal beszélni, tehát inkább a technika része az, ami a kicsiknél fontosabb, és a nagyobbaknál pedig, hogy merjen, tehát az egy, hogy például, ha megkap egy szerepet, és hogy elhiggye azt, hogy ez a szerep valahol benne van, benne megvan, csak mondjuk nem mer vele azonosulni mondjuk, és akkor azt elhitetni vele, hogy de, az benned van, és bízzál abban, hogy az ott ki is fog jönni. Nem hiába, hogy még csak kamasz vagyok, de nem is sikerült még nekem, soha, semmi. Pedig olyan szomorú és fura dolgok történtek velem, hogy ne tovább. Beszélték felőlem az emberek, hogy csuda gyerek vagyok. Meg hogy bár akasztottak volna fő 2 napos koromban. Mert nem lett belőlem becsületesemből. Se így, se úgy. Anyám az ég szerelmére kért, hogy javuljak meg jó szántalmul. Vagy ha nem, hát így is úgy is elvisz engem az ördög. Én mondtam anyámnak, amint lehet, rögtön megjavulok. De hát faluhelyen el sem megy olyan gyorsan. Amikor válogatót tartottuk és érkeznek a jelentkezők, akár a 8-10 évesek, mi az, amit néztek egy-egy produkcióban? Vagy hát, hogy mennyire készülnek ők versekkel, vagy éppen dalokkal? Mi az, amit ti vártok el? Mi az, amit ők remélnek? Hogyan találtok egymásra? Nem kérünk produkciót, tehát nem szerepre castingolunk, hanem a tanodánkban tartunk tanodánkban tartunk felvételit, és főként ritmusérzék, mert ugye azért nálunk a tánc az ami rendszeresen és alapból megvan, vagy azt tanítjuk legnagyobb óraszámban, tehát egy ritmusérzék. Hogy érzi magát egy térben? Tud-e a térben jól mozogni? De ezek mind olyan dolgok, amik megtanulhatók. Tehát számtalan olyan eset volt, amikor ja, és akkor ugye van akin, mint a Megasztárban megy utána a zsűrinek, vagy a tanároknak a vitatkozása, hogy felvegyük vagy ne vegyük, mert mondjuk táncban vagy mozgásban nagyon gyenge, és mondjuk ide jön 14 évesen, hihetetlen jól énekel, de nem táncos alkat, nehezen mozog, nehezen vettük rá bármire, de valahogy érezzük benne azt, hogy van benne valami, és egy év múlva kiderül, fölvesszük, és egy év múlva kiderül, hogy hihetetlenül kinyílik, tehát bejön, képzelj el, egy mackósabb típusú lány, aki úgy jön be, hogy lefelé néz, nem mer senkivel kommunikálni, és egy év múlva kinyílik a táborban, nem egy spárgába, és onnantól kezdve gyakorlatilag neki az egész élete megváltozik. Sok ilyen személyiségfejlődést láttok? Rengeteget. Rengeteg ilyen van. Olyan is van, aki kicsi korában gyönyörűen mozog, gyönyörűen táncol, elsősorban ragyog, és aztán eljön ez a kis kamaszkor, amikor fogjuk a fejünket, hogy úristen, színpadra kéne tenni, de hát nem. Tehát, hogy most abban a korban van, hogy úristen, mi lesz vele, valahogy helyezzük el, és eltelik még 1-2 év, és megint elkezd ragyogni. Tehát, hogy ezek a hullámok. De olyan is van, aki kicsiként nem tűnik tehetségesnek, nagyon sok türelem kell hozzá,
érzed, hogy tehetséges, de valamiért nem tudod kinyitni, nem tud megnyílni, és egyszer csak így kinyílik vele a világ. Most milyen előadáson dolgoztok? Ugye említetted a még titkos projektet, de mennyire körvonalazódik már a következő évad? Ez is nagyon nehéz, mert a nyáron tényleg nem terveztünk. Tehát úgy volt, hogy vagy túléljük, vagy nem, és a Covid alatt annyiszor csináltunk B-tervet, C-tervet, Z-tervet, hogy ez valahogy tavaszra, amikor vissza tudtunk jönni, kipukkant minden, és egy előadás maradt meg, a kisfiú meg az oroszlánok, ami ugye tavaly nem tudott meglenni, tehát azt tudtuk, hogy ha lesz az évad, az biztosan, a másik ilyen a János Vitéz, azt csúsztattuk év végére, nyárra, vagy majd a következő évadra. A kisfiú meg az oroszlánokat biztos, hogy elkezdjük, és azzal kapcsolatban, ez ugye cirkuszi kiöregedett oroszlánok, cirkuszban játszódik több jelenet, és tartunk egy workshopot a szereplőknek, jövő héten jönnek bohóc és bohóc tanoncok, akik segítenek nekünk egy kicsit a cirkusz világába elmerülni, és itt, mert a bohóckodás is egy szakma, és akkor kicsit ebbe elmerülünk. Úgyhogy ez az, amit elkezdünk. Aztán ilyenek vannak például, hogy a Ludas Matyiban, ugye a Libánkról beszéltük, hogy egy kicsit megnőtt, ő neki most a suliban olyan fél év következik, hogy azt nem tud itt a bérletes előadásokon is megfelelni, ezért egy kisebb liba veszi át a szerepét, őt be kell ugratni, ővele próbálunk, úgyhogy a Ludas Matyiból is egy új szereposztás lesz. Az Ankonai Szerelmesekből is aki még mikor elkezdtük játszani, hát ha jól emlékszem, a Roxy 16 éves lehetett, most már egyetemista, elszólítja az élet, úgyhogy helyette is majd más fogja átvenni a szerepet. Legtöbbször ugye színfalak mögött kapsz helyet, no, és a színpadon? Hát van, most ebben az évadban kikaptam több ilyen helyzetet. Indul a bakterházba kellett beugranom, az már nem volt annyira új, mert évekkel ezelőtt egyszer már egy vagy két előadásban játszottam Szörös Borcsa szerepét, és akkor ez néha így visszatér. Na de most volt hétvégén Csurgón Ludas Matyi, és pénteken már kiderült, hogy a Libánk hát bizony belázasodott, és egy szombaton azt mondta az orvos, hogy nem jöhet az előadásra. És akkor én ezt bevállaltam, hogy én leszek liba Csurgón, és de hát voltak pillanatok, amikor azt gondoltam, hogy életem legrosszabb döntése volt, mert ez stressz. Nem vagyok színész, nincs rutinom, minimális rutinom van, nagyon nehezen tanulok szöveget, viszont én minden mozgását, tehát mindenét tudtam a libának, hiszen másfél év alatt azért az ember ezt így magáéva teszi. És nagyon helyesek voltak a többiek, mert végig segítettek az előadásban, és azt mondták, hogy jól is sikerült, úgyhogy ilyet azért vállal az ember, de csak nagy ritkán. De szinte az összes előadást tudod fejből, vagy tudnod kell fejből? Persze, tudom fejből, de tehát a szövegek nagyon nehezen maradnak meg, tehát avval kínlódok, de igen, tehát ahol nem kell énekelni, vagy minimálisat kell énekelni, mert az azért nem erősségem. Oda egyébként tényleg bármikor az ember így belelép, de ezt én a Csikiből hozom, ott rendezőasszisztens voltam, és többször voltam olyan helyzetben, amikor ugyanígy előadás előtt nagyon rövid idővel lebetegedett valaki, és be kellett helyette ugrani. Úgyhogy ez egy olyan dolog, amit az ember így valahogy megtanul. Ugye 21 év múlt már van mögöttetek. Következik egy új periódus az életetekben. Hova helyezitek el ezt a most megkapott Somogyi Prima díjat? Ugye ezt tegyük hozzá, hogy idén Gera Katalin szobrászművész és Filipovics Gordán kosárlabdázó alkotja, és természetesen a Rockszínház azt a triót, akik megkapták ezt az elismerést. Szóval hova kerül a Rockszínház életében ez a díj? Már a jelölés is olyan hihetetlen szeretett dömpinget adott, és hát a maga a díj elnyerése az még egy nagyobb löket volt, amit én nem tudtam elképzelni. Tehát igen, azzal is jár 1 millió forint, aminek
természetesen megvan a helye, és ez itton is. Köszönjük mindenkinek, akinek eszébe jutottunk a jelölésnél, és aki ránk szavazott, mert nagyon-nagyon sokat segített a díj, és mondom, nem csak az anyagi része, hanem a lelki része. Tehát amikor padlón vagy, és tényleg azt érzed, hogy nem tudsz ebből kimászni, akkor jön egy ilyen hullámban a szeretet, akkor azért az nagyon-nagyon sokat segít egyénileg is, és hát társulatilag is egy nagy, hát nagy súlyban van most, hogy, és aztán meg is kell ennek felelni, tehát most már prima díjas a Rockszínház, tehát nem csinálhatsz akármit, nem állhatsz ki akárhogy, úgyhogy a teher is van, és de én ilyen terheket azért vállalni, ezt a fajta terheket vállalnám a következő 21 évre, és valahogy a hullám alját azt kihagynám, hanem valahogy. De tudom, hogy Micimackó szerint minden hepe után hupa jön, és hupa után megint jön egy hepe, és nem tudom, hogy ez a hepe vagy a hupa, de hogy azért az a mélypont az nem volt jó, és sokáig is tartott. Köszönjük, hogy velünk tartottak, Somogy kulturális híreivel egy hét múlva is várjuk Önöket ide a képernyők elé. Videóinkat megtalálják a Somogy Televízió Facebook oldalára és YouTube csatornájára kattintva is. Viszontlátásra!